Üdvözlöm Önöket, Morói Péter szerkesztő vagyok, és a hetek Originals mai adásában Horváth József biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ tanácsadója volt a vendégünk, és ebből a beszélgetésből következik most egy részlet, a teljes adást pedig holnap pénteken 13 órától tekinthetik meg a hetek YouTube csatornáján. Kérem, hogy iratkozzanak föl, és hogyha beállítják az értesítés gombot, akkor az adás kezdete előtt a YouTube fog értesítést is küldeni a kezdésről. Köszönöm a figyelmünket, várjuk vissza Önöket holnap is az elmúlt heteknek a történése is, is azt mutatják, hogy az Ukrajnát támogató nyugati közösség egyre vékonyabb jégre téved. Tehát sokok miatt az egyik az az, hogy milyen fegyverek jelennek meg, és ez mind-mind abba az irányba hat, hogy eszkalálódik a háború. Az oroszok is bármilyen furcsa, de azt kell, hogy mondjam, hogy arra kényszerülnek, hogy a szó klasszikus értelmébe vett háborút folytassanak. Ennek már látjuk jeleit pontosan az elmúlt hetekben, amikor már a klasszikus tüzérséggel operálnak és ördlik fel az ellenséget. Ezt az oroszoktól világháborúban már láttuk, tapasztaltuk. Ugyanakkor az oroszok idáig például tartózkodtak olyan fegyvereknek a bevetésére, és most ne beszéljünk a atomfegyverekről, hanem csak egyszerűen például a stratégiai bombázóikról. Nagy hatótávolságú stratégiai bombázó. Második világháborúban láttuk, amerikai hadsereg Dresdát egy bombázása, hogy teszi a földdel egyenlővé. Az oroszok ilyen ö, drasztikus és rengeteg polgári áldozattal járó lépésre, szerencsére, vagy hála jó Istennek, de még nem ragadtatták el magukat. Na most <coughs> képzeljük el azt, hogy ha az oroszok azt érzékelik, hogy olyan vadászgépek jelennek meg, amelyek adott esetben, és most itt egy költői túlzás, de egy kanyarral már akár Moszkvát vagy Szentpétervárt is fenyegethetik. Onnantól kezdve ez már egy más minőség. Ugyanez az egyébként a harckocsik vonatkozásában is. Mert ennek, a, és erről nem beszéltünk idáig, de megengedi, azért erre térjünk ki. Ennek van egy morális oldala, uh -huh. ami adott esetben az orosz hátországot és az orosz hadsereget is megerősítheti. Hiszen tudjuk azt, hogy az orosz nemzet egészének a, a mi tudatában, nagyon erős tényező a második világháború, és a második világháború szenvedések, és a második világháborús győzelem. Na most a, az orosz katonai vezetés, az orosz katonai akadémiák, és az orosz veteránok, akik még élnek a háború után, és a, az elmúlt években láttunk számos olyan filmet is egyébként, amivel az orosz propaganda is él. Tehát, hogy a, a, az, hogy most egy német nagymacskát leopárdnak, tigrisnek, vagy párducnak hívnak, az orosz szempontból mindegy. Ők azt látják, hogy egy német harckocsival kell harcolniuk. Az embléma rajta Pontosan is hasonló. így van, tehát az elnevezésben is hasonlóság van, és azért tudjuk azt, hogy a második világháború mondjuk egy kurszki páncélos csatában a tigrisek hihetetlen pusztítást hajtottak végre az orosz harckocsik között. Sokkal könnyebbek és kevésbé voltak fejlettek és védettek. Ám de utána a tömeg győzött a minőség fölött. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy érthető volt és most is érthető lenne a németeknek az óckodása, hogy nem akarják még egyszer magukra húzni azt, hogy ők vannak Oroszországban és támadóként jelnek meg, ezzel most, ha nem is egyenértékű, de egy veszélyes lépést tettek a tekintetből, hogy ezeket a csúcs technológiás fegyvereiket, ami még egyszerűen rádos úgy is hívják, tehát ezzel kap az orosz fél egy morális töbletet amit nyilvánvaló, hogy kommunikációs oldalról maximálisan ki fognak használni úgy a hátország felé, mind a katonáik felé, mert azt a idős muzsik is érzi a faluba, hogyha azt hallja, hogy a fiainkat a német páncélosokkal támadják, akkor azt mondja, hogy hát meg kell védenünk magunkat ezzel szemben. Tehát itt, itt ez egy nagyon komoly, én azt gondolom, hogy lelki és morális kérdésé is válik, hogy, hogy ezek a gépek, ha megjelennek Ukrajnában és bevetésre kerülnének, onnantól kezdve én attól tartok, hogy az oroszok is sokkal drasztikusabb eszközökhöz fognak nyúlni.